szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Kint csodaszépen süt a nap, mutatom neked! Oda néz, egy felhő nincs az égen, de ott egy-kettő, ahogy látod. Nagyon szép idő van, egész héten az elmúlt pár napban ilyen nagyon szép idő volt. Várj, egy kicsit arrébb vagyok, nincs elég fény, azt hiszem. Még mielőtt elkezdem ezt a mai videót, ugyanis már nem fogunk más csinálni, de el fogunk menni ide a bevásárlóba, ugyanis a múltkor nem vettünk biciklit karácsonyra a Davisnek, meg egy pár ilyen kisebb apró ajándékot, oda fogunk ma délután elmenni. Nem égettem az a munkával, ahogy látjátok, bár lehet, hogy nem látjátok, de vizes aljam, én csak kiszálltam a zuhanyból, és felöltöztem. Itt vagyok benne a szobában, is a Davis eszik, ott kint eszik, tehát hogyha kimegyek, nem akarom ott kint zavarni, azért jöttem be ide hátul a szobába. Úgyhogy még mielőtt elkezdem ezt a mai videót, van hozzátok kettő darab kérdésem. Ugyanis a csatornán, ugye ahogy mondtam nektek múltkor, januártól változtatni szeretnék ezen az Ausztrál-Magyarul csatornán. És a kérdés a következő. Az egyik kérdés hozzátok, ugye, hogy mit szóltok majd a változáshoz, vagy tetszik-e, vagy nem, vagy ide a videó alá írjátok le. Hogyha nem akarsz tudni a változásról, azt akarod, hogy meglepetés legyen, akkor most itt megállhatod és átugorhatod, körülbelül egy ilyen 2-3 percet szeretnék beszélni erről a változásról. Tehát, hogyha nem akarod hallani, akkor egy kicsit pörgesd arrébb most ezt a videót. Aki pedig itt maradt velünk, mondom a változást januártól. De először mondom, hogy miért szeretnék változtatni kicsikét a csatornán. Ugye, mikor elkezdtem a csatornát, vlogos videók voltak, ugye ezt többször el szoktam mondani, heti egy videó volt, vagy lettek minden másnapos videók. Közben bejött a Davis, és akarja hallgatni, valaki nyitott az ajtót, néztem, hogy ki az, és nem más volt, mint a Nyuszi. Te is akarod hallani a változást, ugye? Nyuszi elment oda kívülre. Tehát, ahogy mondtam nektek, elkezdtem készíteni ezeket a minden másnapos vlogos videókat, amiket rettentően szerettem. Új dolgokat nektek megmutatni, érdekes dolgokról beszélni, amit ugye nem tudtatok eddig. De én úgy érzem, legalábbis számomra mostanában ebben az elmúlt egy pár hétben, a hónapban, én úgy érzem, hogy új dolgokat ugye nem nagyon tudok nektek most már mutatni, érdekes helyekre menni. Itt-ott persze ugye megyünk, de nincs annyi időm se ugye. És ezért gondoltam, hogy változtatni szeretnék a csatornám. Rettentő sokat gondolkoztam, ugye, hogy mi legyen hogy hogyan legyen ez a változás, meg hogy mi legyen ugye ez a változás. Úgyhogy arra jutottam több heti gondolkozás után, hogy hetente ezentúl csak 3 videó lesz januártól, ami ugye nem nagy újdonság, ugyanis mostantól, ahogy már észrevettétek, heti 3 videó van, ugye hétvégén van 2, hétköznap 1, ugye szerdánként, és ezt így egyelőre meg szeretném tartani. Ami változás lesz? Egyetlen egy videó a héten lesz, hogy a szerdai videó, vagy lehet, hogy a szombati videó, egy kicsit másfajta videó lesz, tehát nem ilyen vlogos videó lesz, ez az egy videó, mondom, hogy mi lesz. Tegnap kérdeztem tőletek, meg többen mondták az elmúlt pár hétben, nem tudom, hogy miért, de többen kérdeztétek tőlem. Megosztottam egy fényképet a Valami 5-ről a Facebookon, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha visszajönne januártól, és rettentő sokan írtátok, hogy nagyon örülnétek neki, ugyanis nagyon érdekesek voltak számotokra. Ezért úgy döntöttem, hogy januártól heti egy alkalommal Valami 5 lesz. Mármint az a sorozat. Aki nem tudja, mi az a Valami 5, vissza tudjátok nézni. Van ilyen playlist róla, oda rákattintatok, meg tudjátok nézni. És ilyen érdekes videókat szeretnék újra készíteni a Lucas-szel, az öcsémmel is, az egész családdal, tehát elmenni érdekes helyekre, érdekes dolgokról beszélni, és heti egy ilyen videó lesz egyelőre, aztán ugye meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. A vlogos videók ugyanúgy megmaradnak, a szombati és a vasárnapi, majd meglátom, ugye ahogy mondtam, lehet, hogy hétköznap lesz egy vlogos videó, hétvégén pedig Valami 5, egy része, vasárnap pedig egy vlogos videó. Ugyanis gondolkoztam a Valami 5-en, hogy milyen új részeket tudnák újra készíteni ugye a Lucas-szel, meg ugye a családdal, és van egy pár jó ötletem, tehát nagyon sok olyan érdekes dologról tudnák még mindig beszélni nektek, meg megmutatni, amivel is vlogos videóban nem nagyon illene bele, szerintem ilyen külön videót kellene róla csinálnom, ezért gondoltam, hogy a Valami 5-be ez pontosan beleillene. Mondok egy példát például. 5 olyan dolog, amit nem tudtál rólam, vagy a családomról, vagy a Lucasről, vagy hasonló dolgokról, ugyanis nagyon sok érdekes dolog valamit sosem árultam el nektek, és gondoltam, hogy ezt meg tudnám osztani a Valami 5-ben. Aztán, hogyha ez valakit ugye nem érdekel, lehet, hogy nem érdekel, a tengerpartról 5 olyan dolgot, amit
valószínűleg nem tudtatok, lehet, hogy egy pár dolgot tudtatok róla, de nagyon sok olyan dolog van szerintem, amit egyáltalán nem tudtatok, és meg még nagyon sok ötletem van. Egyelőre nem akarom ezeket elárulni, de majd meglátjátok, tehát január közepétől, valószínűleg január közepétől, vagy elejétől újra elindul a valami jött, a LucasArts-t el fogjuk kezdeni filmezni most hétvégétől. Aztán ez mellett ugye lesz egy kicsit több időm, legalábbis úgy gondolom, hogy lesz több időm, ugye mivel csak három videó lesz ugye egy héten, és az időmet ugye a család mellett arra szeretném tölteni, hogy újra el szeretnék kezdeni rövid filmeket készíteni, rövid, hosszabb filmeket, hogy milyen filmeket pontosan majd meglátjátok. De havonta egyszer, vagy két havonta egyszer meg szeretnék veletek osztani egy ilyenféle fajta filmet. Mondok erre is egy példát, hogy milyen filmen dolgozom jelenleg, nevezzen a kihívásos filmen, ugye ezt jelenleg szerkesztjük, ami nem sokára jön, valószínűleg december végén, hogyha minden jól megy. Ez egy másfajta film, amit most gondolkozok. Ez végülis egy ilyen olyan film, hogy rólam szólna, de ahogy vlogolok. Tehát nem vlogos videó lenne, hanem arról szólna, hogy mi történik például egy ilyen teljes napomon, még miatt elkezdek vlogolni, hogy kezdem el, hogy miért úgy kezdem el, hogy miről beszélek, és azokról a dolgokról szeretnék csinálni egy ilyen filmet, amit ugye nem láttok, és nem tudtok, hogy ez az egész mögött ugye, hogy ez az egész mivel jár, ez a vlogolás. Tehát nem olyan egyszerű, hogy csak felveszünk a kamerát, és mutatok nektek dolgokat, hanem mindennek van ugye egy oka. Tehát erről szeretnék egy ilyen rövidebb filmet, egy ilyen fél órás filmet készíteni, lehet, hogy sok embert érdekelne, aztán szeretnék egy olyan filmet is készíteni, hogy nagyon sokan kérdeztétek tőlem, meg kérdezitek tőlem, hogy hogyan álljatok neki ugye egy YouTube csatornának, hogyan álljatok neki vlogolni, hasonló kérdéseket, milyen kamerát használjatok. Gondoltam, hogy erről is fogok majd a jövőben készíteni egy ilyen rövidebb filmet, hát ha sok emberek tudja ezzel segíteni. Tehát ahogy mondtam, havonta egyszer vagy két havonta egyszer egy ilyen film szerűt szeretnék veletek megosztani itt a csatornám. Úgyhogy arra kérlek meg titeket, hogy ide a videó alá írjátok meg, hogy mit gondoltok ezekről az újításokról. Ugye kettő vlogos videó lesz egy héten, legalábbis egyelőre, meg persze a valami 5, ami nem tudom, én rettentően izgatott vagyok, ugye elkezdjük újra a valami 5-öt, én rettentően szerettem annak idején azt filmezni, ezek mellett pedig szeretnék ugye újra rövid filmeket készíteni, meg ilyen dokumentumféle filmeket, ugye aki tudja, és régóta nézi a videóimat, tudjátok, hogy 2006 óta én készítettem filmeket, rövid filmeket, hosszú filmeket, zenevideókat, mindenféle fajta videót, és egy kicsit hiányoznak. Tehát most, hogy elkezdtük készíteni ezt a Kihívás című filmet, ami, ahogy mondtam, nem sokára jön, ugyanis most már szerkeztem, az elején kész a szerkesztés, és megint megjött a kedvem ugye ilyenféle fajta filmeket készíteni, és ne, ma meglátjátok. Tehát arra kérlek titeket, hogy ilyen véleményeteket ide a videó alá írjátok meg. A következő kérdésem pedig, elkezdjük filmezni a valami 5 új részeit, és gondoltam, hogy egy vagy két részt élőben szeretnék filmezni, tehát meg szeretném veletek osztani, hogy éppen ugye mi történik. Hogy miért élőben, majd meglátjátok, ugyanis sok érdekes dolgot kitaláltam, ami élőben jobban látszana meg lenne, mint ugye előre felvett videóról visszanézve. Értitek, mit mondok? A kérdésem hozzátok. Ugye múltkor készítettem egy élő adást a Facebookon, és nagyon sokan kommentáltatok, hogy nem tudtátok megnézni, mert nincsen Facebookotok, a szüleitek nem engedik, hogy legyen még Facebookotok, és nem tudtátok megnézni. A YouTube-on élő adást nem tudok csinálni, ugyanis a telefonnal ugye nem tudok. Ezek az élő adások nem itt bent lennének házban, hanem kint valahol távol innét, ahol csak ugye telefonnal fogok tudni filmezni, és élő adást telefonról fognék tudni csinálni. A kérdésem a hozzátok az, én körbenéztem, hogy milyen ilyen applikációk vannak. Amit én találtam, és nagyon sokan használnak Amerikában, meg itt mi nálunk is, ez a YouNow. Az a kérdésem hozzátok, hogy ti használjátok-e Magyarországon? Tudom, hogy ismeritek, ugyanis már mondtátok nekem korábban, hogy ismeritek, de az a kérdésem, hogy használjátok-e, vagy tudjátok-e használni. Ha jól tudom, ez úgy működik, hogy le kell tölteni egy applikációt a telefonra, vagy a számítógépre, és végül is tudjátok nézni. Ugye ez nem kell se Facebook, se YouTube, legalábbis úgy érzem, hogy nem kell. Csak ez az applikáció, be kell regisztrálnotok, és működik. Tehát a kérdésem az lenne hozzátok, hogy mit szóltok hozzá ehhez a YouNow-hoz, hogy le tudjátok-e tölteni, vagy használjátok-e,
vagy nem. Ezt szerettem volna veletek megosztani most már egy ideje, hogy milyen változások lesznek. Közben bejött vissza a Davis is. Gyerekre nyuszi, látod, felöltözött. Szerintem érdekesebbek lesznek majd januártól a videók. Jaj, de szeretlek. Úgyhogy, mi most nem más csinálunk, meg én is elkészülődök, a feleségem is, te úgy tudsz szorítani ez a Davis nyuszi. Jaj, de szeretlek, te egész nap nem láttuk egymást. Ilyenkor össze-vissza, ja, csókolgatjuk egymást, meg szorítjuk egymást, meg megszeretjük egymást, oda nézd, te! Na, én is hiányoltalak. Ja, dolgoztam egész nap. Jaj, te nyuszi-nyuszi! Na, úgyhogy elkészülődünk, aztán elindulunk, jó? Na. Davis nem más csinál, mint tetriszezik, látod? Megkapta az öbezt a régi Tetris-t, ami nem is olyan nagyon régi, de a játék régi, a Tetris. Ki emlékszik a Tetris-re? Te! Annak idején annyit játszottam vele, ugye abban az időben, amikor kijött, akkor voltam én is nagyon sokat kórházban, ugye álltam miatt, a fejem miatt, minden miatt, és volt egy ilyen Tetris játék, nem is nekem, hanem az öcsémnek, és odaadtam, hogy a kórházban voltam, én annyit játszottam vele, megdöntöttem minden rekordot, de már fogalmam sincs, hogy mi volt a rekord, de tudom, hogy rettentő sokat játszottam. És mindig begyorsult. A végére olyan gyors volt, de... Na minden. Ja, és szerintem azóta nem is játszottam vele, akkor nagyon megszerettem, aztán a végére nagyon meg is untam már. Ja, na mi van, mi történt az a Tetris-szel? Ja, nyomogatni kell a gombokat. Amúgy ez nem rendes Tetris, hanem ez ilyen már kínai változatú Tetris. Ugye régen a Tetris nem így nézett ki, hanem ez ilyen... ez a PlayStation Vita vagy PSP, ugye az nézett így ki, vagy az néz így ki. Ezt csak lemásolták. Na minden, úgyhogy kaptam a zoktit, látod? Gyorsan felhúzom, mert az még nem volt rajtam. Mit? Mit mondasz? Várj, addig ide letesszük ezt a kamerát, jó? Én meg húzom a zoknimat. Amúgy tudod, milyen a zoknim? Na várja, nem láttam magamat. Régen Magyarországon nekem mindig ez a zoknim volt, ez a hosszú zoknim, vagy milyen zoknim, ami idáig ugye így feljött. És mikor ide kijöttünk, nem tudom, a meleg miatt, vagy mi miatt, de nagyon sok ilyen zoknit lehet itt kapni, most már biztos, hogy van Magyarországon is. Látod, idáig jön fel a lábadig, csak idáig, és mikor felhúzod a cipődet, végül sem lehet látni, ugye, hogy van rajtad zokni. Én annak idején, mikor annyira is voltam, amikor Magyarországon laktunk, én nem emlékszek rá, hogy lett volna ilyen zokni Magyarországon. Bár lehet, hogy volt, lehet, csak a nagy kanizsán nem volt, ki tudja. De már nagyon azóta, mióta ide költöztünk, azóta ilyen zoknikat hordok. Mit csinálsz, nyuszi? Mit látsz a tévében? Milyen kikapcsolt a Tetris? Mutatom, mit találtam, múltkor takarítottam itt a... Mutatom. Itt a számítógépemnél kiúsztam a fiókot, mindent kitakarítottam, bár még most is minden rúm is, már kicsit visszanyomjuk, és találtam még egy ilyen kulcstartot itt leghátul, de be volt dugva. Ugye múltkor mondtam, hogy kisorsoltam az utolsó kulcstartot, elküldtem mindenkinek, és nincs több. Találtam egy ilyen, mi ez? Még egy ilyen vombatot, képzeld el, úgyhogy lehet, hogy ki kellene sorsolnunk majd valamikor. Nem a mai videóban, lehet, hogy hétvégi videóban, mert valamit kitalálok, valami érdekes kérdést. Aztán, ma meglátjuk. Amúgy elég kora van, képzeld el, 3 óra, 10 perc van. A Lucas 3 órakor szokott végezni az iskolába, de mivel most nyári szünet van, nem kellett érte menni az iskolába, úgyhogy elég korán el fogunk tudni innenhorról menni. Aztán, képzeld el, ugye a filmet nekiálltam szerkeszteni a hétvégén vasárnap délelőtt szerkesztettem 2 órát, 2,5 órát, mikor a Davis aludt, azt este megint szerkesztettem 2 órát. Hétfőn szerkesztettem megint egy olyan 2-2,5 órát, az egész filmből 40 másodperc van kész. Ezt a 40 másodpercet körülbelül 6 óráig szerkesztettem. Ugyanis ez a legbonyolultabb része a filmnek, én szerintem, ez az első 1 perc, másfél perc. A filmnek szerintem úgy kell kezdődni, nem csak az én filmemnek, minden filmnek, hogy ha az első pár perc ugye nem fogja meg a nézőt, akkor utána a film, nem tudom, unalmassá válik, vagy nem maradsz ott, és nem akarod végignézni, csak elpörgeted. Tehát azért szeretném szerkeszteni az első pár percet, nem csak az első pár percet, de főleg az első pár percet nagyon érdekesre, izgalmasra, hogyha valaki elkezdi nézni ugye a filmet, akkor ne pörgesse tovább, ne álljon fel, hanem hogy akarja tovább nézni.
Ugye vannak ilyen filmek, hogy leülsz, és az első másodperctől kezdve egyszerűen nem tudsz felállni, és nem tud átpörgetni a filmet, annyira érdekes, és akarod nézni. Aztán vannak olyan filmek, hogy elkezded nézni a filmet, és körülbelül fél óra után kezd érdekes lenni a film, addig egy kicsit unalmas. Én szerintem az első pár percnek nagyon érdekesnek kell lenni ahhoz, hogy ne pörgesd át, vagy ne keljél fel, és ugye kapcsolod az egészet, de ma meglátjátok, szerintem eddig egész jól sikerült, aztán ha minden jól megy, ahogy mondtam, december, karácsony után és január, szilveszter előtt meg fogom veletek tudni osztani, legalábbis nagyon remélem. Itt ülünk az autóba, olyan meleg van, komolyan mondom, Lukasz, hogy bírod? Meleg van, kint állt egész nap a napon, amúgy csak 29 fok van kint, nem tudom, hogy látod-e vagy nem. Kint állt egész nap az autón, a napon az autó, na. És rettentő meleg van itt bent. Amúgy hogy telik a nyári szüneted? Jó! Eddig még csak két napja, nem? Két napja kezdve. Három. Miért három? Két napja, ma van kedd, úgyhogy két napja kezdve. Sok mindent, amit még nem csináltunk, majd talán a hétvégén elkezdjük. Mit kezdünk elfilmezni a hétvégén? Valami... Ötöt! A tengerpartra megyünk, ott fogunk filmezni. Annyit elárulhatok, ott fogunk filmezni. És nem a tengerpartról fogunk beszélni, arról is, de nem arról. Ma meglátjátok. Megérkeztünk, úgyhogy bal kocsit nem osztunk, a Davis gyalogolni fog. Odanéz, látod, az idő még mindig szép, egy felhő nincs az égen. Ahhoz képest, hogy múlt héten milyen időben mondtam nektek, hogy esett a jég, minden délután jött az eső. Most mind elment, most nagyon szép, ilyen kellemes idő van. Nézd, találtunk focilabdát, Davisnek nagyon tetszik. Ja. Hoppá, dobálja mindenfele. Látod, ez az ausztrál foci labda. Ja, de nem össze-vissza. Oda nézd mekkora helikopter. Te, majd olyan nagy, mint te. Nyuszi, $49. Olyan, mi? Az az autó is tetszik. Davisnek minden autó tetszik. Oda nézd, látod, ilyet láttunk a hétvégén. Csak igaziba, legalábbis hasonlott. Nézd, nagy Markó traktor. Az, hát ezek nem tudom. Ez meg ilyen, látod, ez való neked, ez az autó. Mit szólsz hozzá? Kész ilyet a Mikulástól? Hm? Ja, megnyomod a fejét és megy. Oda nézd, itt meg annyi autó jön egybe. Az meg szegény író. Oda nézd, itt vagyunk a Lego részen, az hullahokkarik a Davis. Az nem neked való, te. De nekem. Ja, de nézd, ez világít, látod? Ez hogyan világít? Nagy megpörgesd itt. Megpörgesd. Mindent levokszol le, úgy, látod? Mit találtál? Mi az? Sündisznó? Mit csinál az a süni? Hát ez semmit nem csinál, de bukfencezni tud. $15 azok, nem? Ez nem az. Mit csinálsz? Labdázol? Visszajöttünk az autóhoz, vettünk biciklit. Mutatom milyet. Oda nézd! Látod? Ilyen gyerek biciklit. Remélem lehet látni, kicsit nehéz. Nem is az, hogy értsen, nincs majd a rendes fogás. Megnyomtad, Lukasz? Én megnyomtam. Oda néz, nem vittünk babakocsit, még szerencse volt egy ilyen tolókocsi, bevásárlókocsi. Beleraktunk mindent. Na, mehetünk. Ja, már megvanyom a nyomba. Na, nem kell már megnyomni, gyere. Feljöttünk, és képzeld el, Lukasz mit vett észre ezen a nem babakocsin, nem tolókocsin. Ja. Bevásárlókocsin. Oda nézzél. Mi, hol van? Benn van két dollár, és nem lehet kihúzni, úgyhogy most nem mást fogunk megpróbálkozni, de azt mondta Lukasz, akarj ezt a két dollárt, kiveszik azt a két dollárt, ugyanis ez az itteni kocsi, tehát ez nem rendes bevásárlókocsi, nem a boltos bevásárlókocsi, ez állandóan itt van, mi nálunk, meg egy másik fajta, több fajta, ez azért van itt, hogy az emberek jönnek, felhozzák a cuccot, és vissza leviszik, hogy honnét lopták őket, nem tudom, valamit biztos, ezek az emberek, akik itt lannak, ellopkodottak, nem. Mi nem a kocsit lopjuk el, mi csak a pénzt veszünk ki belőle. Az nem lopás, benne volt, ki mit talál, azért, hogy szokták mondani. Úgyhogy, én ahogy néztem, ez itt körbe bemegy, ha ide belemegy, ki kéne jönni a két dollárnak, de az oda nem megy bele, úgyhogy ezt itt le kell, hogy csípjem, valaki már visszakötötte amúgy, látod? Úgyhogy, hoztam fogót, harapót, tud harapni, hoztam ilyen kést, azt tud késelni. Meg ilyen másik fogot, látod, ilyen rendes fogot is. Úgyhogy most megpróbálkozunk vele levenni. $2, kivettem! Látod, Lukasz, itt a $2, neked adom, megy bele a perserbe, vagy a zseppénzbe. Tessék, itt a $2. Úgyhogy, ezzel megmutatom, mi történt. Látod,
Itt lejött, ugyanis csak oda volt ilyen dróttal drótozva, de most meg benne maradt. Ugye egészen addig benne maradt, hogy valaki $2 nem tesz bele. Na minden. Úgyhogy ezt most leviszem, hogy átok itt fogom menni. Itt van az összes cipőm, én mindenki ide raktam, amikor bejöttünk. Na várjál, felhúzom én is a cipőmet, meg hozom a kulcsomat, és leviszem vissza. Levittem a bevásárlókocsit, közben besötétedett, mármint nem közben, hanem közben, ugyanis átjött az öcsém. Épp hogy csak levittem az öcsém, meg pont akkor ötközben, lépek rá megint mindenre. Úgyhogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem, úgyis semmi érdekeset nem fogunk most már csinálni. A Davis éppen elment fürödni, a Lucas bent van a szobájába, én meg nekiállok szerkeszteni ezt a videót. Ez a videó után pedig folytatom a filmnek a szerkesztését, ugye, hogy elkészüljön december végére. Én remélem, hogy el fog készülni és meg fogom tudni veletek osztani, de ahogy mondtam, hogy ha mégsem, akkor január elején fent lesz a YouTube-on. Mi csinálsz? Te, na gyere! Nézd, jaj! Látod, valaki nincsen ruha! Úgyhogy most egy fürdeni, ahogy mondtam. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem. Pisírosz, mit csinálsz, nyuszi? Azt hiszem egy picit, egy pár csöppet, mint a, nem tudom, nem látom, de érzem, olyan egy kicsit meleg a fölsőm. Nyuszi! Na minden? Úgyhogy mára ennyit, legyünk fürdeni, nektek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzetek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!